Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én nem először vagyok itt, már ilyen ifjúsági alkalmakon is, meg más egyéb istentiszteleteken, ünnepségeken, alkalmakon is már voltunk itt. De nem ez az érdekes, hogy ki hányszor volt itt, hanem mi van velünk, mi van a szívünkkel, otthon vagyunk-e, van-e otthonunk. Egy nagy erdélyi írótól szoktuk ezt idézni, azért vagyunk a Földön, hogy valahol otthon legyünk. Hát az emberiség egy jelentős részének nincsen otthona, sőt a diákoknak is, meg úgynevezett határon túli fiatalok is jönnek, mennek. Én magam is időnként ilyen sátras cigánynak tartom magamat, mondom magamat, mert a lelkészek sokat költöznek, én legalábbis sokat költöztem életemben, több mint 10-szer biztos, hogy költöztem, és amúgy is most már több mint 10 éve ilyen utazós, missziós szolgálatban vagyok, éppen tegnap előtt még Felvidéken járhattam egy kis faluban, holnap már Szarvasra készülök menni, aztán hétvégén Gyulaváriba. Szóval mozgunk, jövünk, megyünk, és az Isten igéje, Isten maga fölajánlja az ő lényét, mint otthont. Tehát Istenben van, ezzel ezt akarom mondani. Nagyon jó, ha van kertünk, ma is dolgoztam a kertemben. Nagyon jó, ha van otthonunk. Igaz, hogy ez egy olyan kert, mi az, hogy a kertemben nem az enyém, hanem az egyházé, mert szolgálati lakásban lakom, már is ez jutott eszembe, de ez így is van. És lehet, hogy fél év múlva már onnan elköltözöm. Tehát bizonytalan, hogy hol élünk, hol vagyunk, merre járunk, de az Úrban lehet a mi otthonunk. Drága Úrunk, köszönjük a mi életünket, köszönjük a Te szeretetedet, hogy Te szeretetből teremtetted ezt a világot, benne ezt a bolygót, rajta minket is, az embereket is, és köszönjük, hogy Te számon tartasz minket, tenyeredbe véstél be minket a Golgotán, ezért jöttél el, átszakítottad az eget mindnyájunkért, hogy senki ne érezze magát árvának ezen a földön. Köszönjük azt a drága imát, amit tanítottál nekünk, amit lélek által elmondhatunk, hogy van atyánk, édesatyánk, mindnyájunknak, mindenkinek, apáknak is, nagyapáknak is lehet atya, te benned, és te benned van a mi otthonunk. És hogyha ránk találsz, megszólítasz, és mi tudunk válaszolni, akkor hazajutottunk, akkor megérkeztünk. Add meg, Urunk, mindnyájunknak, itt a falakon belül is, és a falakon kívül is ezt a tapasztalatot, hogy nem vagyunk bolygóhollandik, sátras cigányok, hanem a te gyermekeid, a te gyermekeid, és nálad a házadban, asztalodnál mindenkinek helye van. Urunk, szeretnénk teljes szívünkből áldani, magasztalni, dicsőíteni téged mindezekért. Amen. Hát még a csillagok háborúját láttam annó valamikor, le is kötött, azért az érdekes volt, az olyan eredeti, és nem akarom bántani azokat, akik hát ebben élnek. Ő ebben élnek, mozognak, hisznek, beszerzik a nem tudom ilyen világítós kardokat, és bocsánat, hogy nem elég tisztelettel beszélek erről, azt érzékeltem azért az interneten, hogy azért ez egy vallás. Tehát ez nem akármi, és sarukat le, hogyha erről beszélünk. És mire láttam ezt a nagy őrületet, már most jut eszembe, a film bemutató előtt 2-3 hónappal ezelőtt mentem az egyik bevásárlóközpont moziánál, én is szerettem volna venni egészen más a jegyet, és nézem, hogy délidőben állnak a sorok, és ilyen 18-20-20 éves fiatalok, hanem mi a túró van itt, mit árulnak, mi lesz ez, és akkor oda mentem azért, hogy mit akartok megnézni, és akkor mondták, hogy nem tudom, egy hónap vagy két hónap múlva lesz ez a film, hát mondom, ez őrület. Hát egyrészt ez a réteg megveszi interneten, vagy megrendeli. Miért kell ide személyesen már akkor odajárulni? Biztos ennek is volt valami oka? Nem tudom. És akkor sok mindent láttunk, hallottunk, aztán én is megnéztem ezt a filmet. Én magam nagyon szeretem a filmeket, minden héten egy ilyen igazi budapesti moziban is megnézek legalább egy filmet, meg televízión is, nem tartom magam azért szakértőnek, de annyira, tehát mivel kiestem a történetből, tehát nem tudtam eléggé hittel követni a dolgot, nem nagyon hatott rám, de a téma összefüggésében, de hát voltak benne fantasztikus jelenetek, tehát nagy színészek, színészi alakítások, rendezés, stb.
nekem személy szerint azért nem forgatta fel az életemet, de az utolsó jelenet sor, ami azt hiszem a mai témánkkal van összefüggésben, ott azt hiszem egy apa meg egy fia találkozik. Igen, a professzor bólogat. Te leszel a biztos pont itt ebben a történetben, aztán igyekszem a Szentírásra áttérni. És ugye a fiú már huncut, elég huncut már a történetben. Mindenféle rosszakságot csinál, ő neki már ilyen rossznak kéne lenni, nagyon rossznak kéne. És úgy találkozik az apjával. Az apjával, ami nagy pillanat, és hát nem lehetett tudni, legalábbis ilyen ártatlan, naív, távolról érkező néző, hát töprengtünk, hogy most mi lesz. Bennem volt egy ilyen, mivel azért az evangéliumokban mégiscsak ott van ez a tékozló fiú példázat, meg ilyesmi, hát mondom, csak valamire jut az öreggel a fiatal, és aztán egy pillanat eljött, amikor aztán hasba szúrt az apját. Igen, tehát nem átölelés volt, hasba szúrás. Hú, azt a betyárját. Úgyhogy ott mindenki megborzongott, még így filmben, még egy ilyen mesében is, mert ez egy ilyen meseszerű valami, példázatszerű, így is mondhatnánk, is rossz látni egy ilyet, és nem egy normális dolog, hogy ugye te is fiam Brutus, szóval ér véget, hogy hasba szúrja az apját. Na és akkor, hát ennyire belementem a dolgokba, de akkor még nem tudtam, hogy készülök erre az alkalomra, és akkor egyszer csak kapom az e-mailt, hogy ez lesz valamilyen módon a összekötő téma, és ennek az estének azt hiszem ez a címe, hogy én vagyok az apád. Azért ezt nem mondom olyan nagyon hitelesen, hogy itt valaki előre szaladjon. Apa, megjöttél? Igen, tehát én vagyok a te apád. De már is a viccről, a valóságra térve eszembe jutott, én valamikor volt egy eredeti becsületes polgári foglalkozásom, a fotográfia, fényképészet, és nagyon szerettem, meg most is nagyon szeretek fotózni, és jártam árvaotthonokba is. Például volt Gyulán, a fürdővárosban egy ilyen otthon, egy barátom révén mentem oda be, és ott nagyon, de aki volt ilyen helyen, az tudja, hogy nagyon veszélyes dolog, kicsi, 2-3-4 éves gyerekek között ott például megérkezni és legugolni. 3-4 azonnal rajtad vannak. Tehát azokat a tekinteteket, azt az egész vibráló levegőt, azt a szívszorító valamit átélni, hogy néznek téged, hogy tényleg hát, ha te vagy. Hát, ha elvisznek. Hát, ha hazaérek. Pedig kicsi, apró gyerekek. És hát biztos, hogy erről beszélgettek. Ugye mindegyiknek nyilván más volt a története. Tehát ez az egész apaság ügy, ez egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog. Tényleg vannak jó apák, jóra törekvő édesapák. A Szentírás is beszél ilyenről. Több jóra törekvő édesapáról is beszél. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy az apák, a földi apák, hogy mondja az ige, fenyítettek titeket, botladozunk, hibázunk, elrontunk dolgokat. Nagyon kevés olyan apa van, most megint egy film jut eszembe, ez a elrabolva, ezt is, ugye, hát nem mindenkinek van olyan apja. Én csak arra jelentre emlékszem, hogy motorral, azt hiszem Isztambulba házak tetején röpül, és ezeknél minden golyó talál, tehát ő mindenkit. Minden ökölütés után 3 elesnek, és ő megy golyószórókon át, maffián keresztül, és tényleg volt egy ilyen jelent, van egy ilyen jelent, hogy motor azt hiszem megy házak tetején, mert a lányát elvitte ugye a maffia. Hát ilyen apák is vannak, vagyis hát ilyen nagyon kevés van, de ha már erről van szó, mondok egy igazit, remélem nem mondtam ezt még, de hát azért sokan vagytok olyanok, akikkel még nem találkoztam talán. Én láttam egy ilyen családot, nagyon közel állnak hozzám. Az apa, az édesapa nagyon megsérült valamikor a saját apjától. Nagyon. Az apja kitagadta. Hívő családról van szó. Azért nem úgy van, hogy a hívőknél minden rendben van, minden oké. És a nem hívők, hát ez a sok istentelen ember, az mind rossz apa, mind rossz anya. Nem igaz, nagyon sokszor pont fordítva van az egész. Pont fordítva, hogy az imádsággal, hittel, Istennel is akkorákat buktázunk, olyanokat tévedünk, olyan szívszorító dolgokba esünk. És na mindegy, tehát ő egy ilyen kitagadott fiú volt, és nagyon fájt ez neki, nagyon-nagyon megsérült. Ismerem most is, lassan 70 éves, nagyon sérült ember. De az Úré, és az Isten kezében van, Isten szeretetében van, és ez gyógyította őt. Na, azt hiszem 4 gyermeke lett, és a fia 15-16 évesen, amit elkövethet egy 15 éves kamasz, az mind láncba, szépen sorba,
piálás, drog, lelépés, valahogy az apja bankszámláját le tudta meríteni, a kocsiját elkötötte, aztán 16 éves voltam, akkor még egy gyereket is csinált, mert hát nem, hát kreatív a gyerek, hát akkor ő is csinál gyereket, minden, és emlékszem erre az helyzetre, ez így mondjuk, hogy ez gáz, ez egy nagyon cikis helyzet. Ez már nem játék, ez már nem egy lázadás egyszerűen. Nem egy konfliktus, hanem balhék sorozata. Rendőrségtől kezdve, másik család, összekavarodnak a dolgok. Na most nekem azért emlékezetes nagyon ez a történet, mert szokták mondani, hogy a mintákat visszük magunkkal. Ezt magamon is megfigyeltem. Ami ellen lázadtam apámmal szemben, amiben kritizáltam őt, sokszor nem pont úgy, de kísértésünk van, hogy hasonló hibákba essünk, és utánozzuk. Hát azt a mintát lát, ahogy ő bevágta az ajtót, mondjuk. Vagy ahogy letorkolta az anyánkat, és a többi. De ellentétben ez az apa, ez beindult. Tehát én így apát még nem láttam harcolni az elrabol a filmen kívül a fiáért. Pedig hát egy apát rettenetesen általában idegesít és ingerel, ha a fia hülye. És permanensen, és elcseszi a dolgokat, és nem érettségizik le az a hülye gyerek. Anyukám, rátok hasonlít a te apádra, meg mit tenne, hogy lett ez a gyerek ilyen idióta. Amikor mennek ezek a fájdalmas apák nagyon tudnak szenvedni, hogy nem látják a fiúkat kiteljesedni. És ez az apa beindult. A lényeg, hogy minden szinten, amit csak tudott, ima közösség, gyakorlati segítség, ez egy mesterember, ez az ember, akiről beszélek, maga mellé vette ezt a hülye gyereket, kitanította, fölnevelte szépen, és látom a Facebookon a különböző képeket, hogy most ezt az eredményt ért el, most azt az eredményt ért el. Szóval valami csodálatos dolog. Nem egy tökéletes happy end, nem egy hollywoodi, nem tudom milyen mézes valami a vége, mert azért az a csinál gyerek csak megvan, de azt a lányt, az anyát nem szereti úgy, mint házastársát, közben összeállt ő egy másik lányja. Szóval kubancos dolgok vannak, hogy a Szentírásban is látjuk, hogy elrontunk dolgokat, Isten kegyelméből ténylegesen van bűnbocsánat. Lehetséges a bűnbocsánat. Az sem ilyen automatizmus, hogy most akkor vétkezem, bocsáss meg, vétkezem, bocsáss. Ez egy csoda, ez egy különleges dolog. Mert a kegyelem az, ami nem jár lényegében. És itt egy ilyen dimenzióban vagyunk, egy ilyen kategóriáról gondolkodunk, beszélgetünk, az atya szerelméről, az atya szeretetéről. Az, amit Istentől kapunk, az nem egy botladozó, véges szeretet, hanem valami fölfoghatatlan döbbenet, egy őrület, hogy szereti Isten mégis ezt az idióta gyermekét, aki én vagyok, vagy mindnyájan vagyunk, és hogyan próbál rehabilitálni és helyreállítani minket. Na, tehát, hogy vannak nagyon tisztességes, jó szándékú apák, de egy kb. 20 évvel ezelőtt én Kelenföldön gyülekezetben, nagy budai gyülekezetben szolgáltam, és ott nagyon szerettem, minden hétfő este volt egy ifink, ugye ezek a ifik nagyon fontosak, és hasonló korosztály voltunk ott együtt, 30-an, 40-en, 50-en, hétfőről hétfőre. Nagyon szerettem őket, nagyon jó volt együtt lenni, nagyon színes volt a társaság, sok mindent csináltunk, 8-10 tevékenységünk is volt, és volt egy névsorom, azokat, hát mindig kezeltem a névsort, újabbak jöttek, mindenkivel leültem beszélgetni, stb. És akkor egyszer volt egy döbbenetes felismerésem, hogy nézem a névsort, hogy tehát Budapesten élő 20 évesekből áll egy keresztény ifjúsági kör, persze az érdeklődőtől kezdve a nagyon buzgó hívőig menően mindenféle volt, tehát nem egységes, nem egy homogén társaság volt, ami nagyszerű és nagyon izgalmas és nagyon is evangéliumi helyzet, de legalább a Ferének nem volt apja. Nézem a neveket, hát ennek is meghalt. Hát az Eszternek is meghalt az édesapja. Hát ő is azt mondta, hogy neki is meghalt az apja. Aztán, itt vannak az én drága állami gondozott cigány barátaim. Hát nekik sincs apjuk. Hogy van ez? Ez annyira szíven ütött, hogy 20 éves keresztény fiataloknak nem, hogy arról beszélnénk, hogy gyenge az apjuk, rossz az apjuk, parázna az apjuk, iszik az apjuk, stb. Nincs. Akkor én a cigány, meg nem cigány volt állami gondozott barátaimnak, hogy beszélek ezekről a dolgokról, hogy atyánk, meg ilyen jó az atya, meg olyan jó. Nincs is képük, nincs is tapasztalatuk.
Többekkel, hát ugye régi kapcsolat ez, vagy 20 éve tart, és nagyon jó barátság van, sőt, ők a legjobb barátaim. Éjszakai beszélgetések voltak, már megkérdeztem ilyen helyzetekben, hogy például ismered-e, találkoztál-e már az anyáddal? Azt mondja, igen, egyszer a nyíregyházi piacon láttam, és hát egy perc elég volt bele, borzasztó. És az apjukról egyik se beszélt. És most jut eszembe, hogy én sem kérdeztem rá. Még az anyjukról tudnak valamit, de az apjukról semmit. Aztán, hogy egy kicsit belemenjünk ebbe a témába, hogy én vagyok az apád, ki az apánk, mi az apánk. Ugye a Biblia azt mondja, hogy a ti test szerinti apátok. De a Szentírásban olvasunk egy kijelentést arról, hogy mi emberek mindnyájan a testből születünk, a test indulatából, ösztönök világából. Egy gyönyörű szerelmetes éjszaka, vagy éppen áramszünet volt, nem tudom. De valahogy itt vagyunk, valahogy lettünk, valahogy megfogantunk. Ez egyébként nem is annyira vicces, mert akkor még mondok egy érdekes motivumot ezzel kapcsolatban. Néhány évvel ezelőtt jártam egy csodálatos misszióban Dél-Afrikában. Körülbelül 1000 fős misszió, folyamatosan változnak, jönnek-mennek az emberek, és az egyik legnagyszerűbb lelki gondoz, egy holland bácsi úgy fogant, hogy nem akarták. Egy holland presbiteriánus család tagja volt, az apa sikeres vízmérnök volt, kapta megbízásokat a világban, időnként hazajött, 9 hónap múlva megint lett egy gyerek, már volt 3-4-5 gyerek, a házasság tragikus volt, és elhatározta az édesanyja, hogy ha legközebb hazajön az uram, akkor finito, tehát nincs tovább. És az apa ezt nem akart elfogadni, és mintegy megerőszakolta a saját feleségét. És így lett ez az ember. És akkor kis kamasz volt a srác, akkor az anyja egyszer, nagyon elkeseredett problémák voltak vele az iskolában, és a szemébe mondta, hogy téged nem is akartunk. És akkor ez a srác eltűnt, csavargott, sok baj volt vele. Lényeg az, hogy ilyen sérülten ment bele a házasságba, megszeretett egy gyönyörű szép zulu lányt Dél-Afrikában. Az a zulu lány hívő volt és keresztény volt, de ő meg teljesen sérült volt a hit szempontjából. Ilyen van. Tehát valami rettenetes fájdalmakat tudunk átélni néha hitvonalán is. Tegnap is egy 2 órás beszélgetésem volt egy hívő nővel, hogy ő miket mondott el, hogy hívő közösségében milyen fájdalmakat élt át, hogy miket vágtak a fejéhez már. És csoda, hogy él, csoda, hogy hisz. Tehát valami érdekes, egzotikus történet az egyház történet is bizonyos szempontból. És visszatérve erre a holland emberre, a dolog lényege, csak röviden mondom, hogy hosszú házasság, azt hiszem 7-8 éve voltak már házasságban, és megtiltotta a feleségének, hogy Bibliát olvasson, templomba járjon, és aztán egyszer csak mégis átütötte Isten szeretete ezt a rettentő nagy vastag falat, mert végül is kitartott mellette. Ez nem egy modell, tehát ezt a Szentírás is mondja, nagyon vigyázzunk, és hogy miközben hívőnek hitetlenhez, ne legyetek fele más igában. Veszélyes dolog ténylegesen nem hívővel egy életre egy szövetséget kötni, de vannak csodák, tényleg vannak csodák. Most nem akarok ebbe a témába így részletesen belemenni, de ebben az esetben megtörtént ez a csoda több év után, pedig volt egy olyan jelenet, amikor dühében ugye hazaérkezett, és látta, hogy a felesége Bibliát olvas, és kitépte a kezéből, eltépte a Bibliát, megtaposta, eltűnt, hisztizett, több napra elcsavargott, aztán mégiscsak valahogy ugye Hollandiában a kitartó, a felesége által tapasztalt, kitartó szeretet mégiscsak elgondolkodtatta, és aztán valahogy megtörtént ez a nagy áttörés, és ez a nagyon sérült ember, aki nagy-nagy sírással született újonnan egy holland református templomban, sok százak és ezrek lelki gondozója. Mert nyilvánvalóan átélte, hogy van apja. Tehát nekem is az életem egyik legfontosabb igéje, mert nagyon gázos volt az én kapcsolatom is szegény édesapámmal, hogyha apám és anyám elhagyna is, ismerjétek? Ha apám és anyám elhagyna is, az Úr magához vesz engem. Aki az apáknak is az apja. A rossz apáknak is, meg a jó apáknak is. A gonoszoknak is, meg a jóra törekvő. De egyébként esendő, mert egyetlen egy tökéletes édesapa és ember sincsen. Azoknak is atya. Tehát ha apám és anyám elhagyna is,
az Úr magához vesz engem. Ez az egyik. A másik meg, hogy a hívő apák is emberek, a hívő ember is ember, a hívő ember is átéli az árvasságot, átéli a gyászt, a fájdalmat, az elválás, az összetörettettséget. És mindnyájan, ezért fontos nagyon ez a kijelentés, és ez a valóság, ez a lehetőség, ez az ajándék, hogy minden ember rátalálhat. Nagyon azért álltam meg egy pillanatra, mert ebben mindig bizonytalankodunk, hogy ki mit tesz ez ügyben, még inkább fölismerheti, hogy tényleg eljött értünk a mennyei atyánk, mennyei apánk. Tudom, hogy nagyon jól ismerjük, és a hát talán nem a kisujjunkon jön ki, de azért hadd olvassak bele ebbe a általam is nagyon szeretett példázatba, csak néhány mondatot, néhány motivumra szeretnék rámutatni. Tehát a Lukács 15, ez a tékozlós példázat, hogy kezdődik? Ugye a vámszedők és bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Tehát a vámszedők és bűnösök igyekeztek Jézushoz. Nagyon érdekes, idén nekem ez nagy felfedezésem volt, hogy úgy állt a szentek, a hívők, a vallásosak felé, hát végülis azt kell, hogy mondjuk, hogy az emberek többsége úgymond nem hívő, és nem nagyon közelednek hozzánk, vagy kevéssé, vagy kevésbé, vagy a nagy többség nagyon, úgy tűnik, hogy nagyon jól megvan, hit, gyülekezet, ilyen mi atyánkozás, meg egyéb nélkül. És Jézushoz közeledtek, pedig Jézusról nem azt olvassuk, hogy egyszerűen csak hívő volt, vagy jó szándékú volt, vagy minden, hanem a Szent Isten fia, aki bűntelen. Tehát ettől lett számomra ez nagyon érdekes és izgalmas, hogy sokszor a világ nem közelít a gyülekezetekhez, egyházakhoz, mert sokszor kritikát, ítéletet, valami zártságot, valami búrával találkoznak, amit nagyon nehéz átütni, de Jézushoz közeledtek. A korabeli egyházhoz is nyilván, és ma is, most is van erre példa, hogy vannak, akik közelednek, vannak, akik különböző ajtókon keresztül, akadályokon keresztül csak bebotladoznak egy-egy gyülekezetbe, egy-egy közösségbe, de Jézushoz közeledtek. Utcán, lagziban, bárhol, ahol ő jelen volt. Egyrészt ő jelen volt, ez nagyon fontos, hogy jelen volt, és ott volt, ahol az emberek vannak. És közeledtek hozzá. Amikor főiskolás voltam, akkor igyekeztem megkeresni itt Budapesten is ilyen nagyszerű, ismert keresztény vezetőket, embereket, és hallott, vagyis hát megismertem, egy ifjúsági kirándulásunk volt, kimentünk valahova az erdőbe, és vagy 60-70 fiatal, emlékszem, hogy megálltunk, és egy Siklós József nevű zsidó származású református lelkész beszélt hozzánk a szerelemről, szexualitásról, párválasztásról. Egy idős, kicsit ilyen kérdőjel formájú bácsi volt, keszekusza, ősz haja, meg minden, de ebből a bácsiból áradt a szeretet. Áradt a tisztesség, az egyenesség, a világosság, a normálisság. Jé, van egy normális keresztén, és lelkész ráadásul. Az egyik fiam Angliában él, és egy lengyel lányjal van kapcsolata most már egy ideje, és a lengyel lány hát nem nagyon keresztjén. És beszélgettek a családjaikról, és akkor kérdezi a fiamat, hogy és az apád milyen foglalkozik? Azt mondja, hát lelkész. És a lány azt kérdezte, és normális? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye, hogy lelkész és lehet normális lelkész? Lehet az egyház normális? Hogy van ez? Tehát a vámszedők, bűnösök közelednek Jézushoz. És amikor elmentem ez a Siklós Józsi bácsihoz egy beszélgetésre, kértem tőle ilyen életre szóló tanácsot, hogy Józsi bácsi, mit tanácsol nekem? Kezdő ennek-annak. És azt mondta, Jánoskám, legyél olyan, mint a villanykályha, amely kapja a központból az energiát, erőt, és adja a meleget, és mindenki felé. Személyválogatás nélkül. És fognak jönni az emberek. Így közeledtek Jézushoz a vámszedők, a prostik, a zsebmetszők, a depisek, a házasságtörők, és az összes több, akik a többségében nem közeledtek az egy. De Jézushoz igen. Mert Jézusból áradt ez az isteni, atyai szeretet. Másik motivum a Lukács 15, 20. vers, útra kelve el is ment az apjához. Tehát ismerjük a sztorit, hogy pattogott a
gyerek kikéri a örökségét. A megdöbbentő számomra, azért már többen elgondolkodtatok erről, vagy könyvet is olvastatok, vagy igehirdetést is hallottatok már, mindenféle értelmezési lehetőség és modellről. Egyrészt nagyon szeretik az igehirdetők, én is egy időben nagyon erősen beszéltem a fiúról. Hát az fiataloknak, főleg ifjúság, Isten tisztelet. Ezt nagyon jól lehet ecsetelni. Testvér, eljutottál már a vájúhoz. Ízlik neked a világ moslékja. Jó az neked, nem kéne már fölállni egy kicsit, és magadba szállni. És a többi, és a többi. És ez nem is olyan hülyeség egyébként, amit mondtam, csak erre teszik a hangsúlyt. És nagyon érdekes, hogy még a fordítók is, mert az nem a Szentíráshoz tartozó szöveg, milyen címet adtak neki, milyen címet? A tékozló fiú. És nem ez a címe ennek. Hát nem ez a címe. Ez nem ért volna meg egy példázatot, és nem ért volna meg, hogy ebből Szentírás legyen. Az, hogy van egy hülye gyerek. Hát mennyi hülye gyerek van? Zsidók között is, amerikaiak között. Ebből miért lesz Szentírás? Nem kell, hogy Szentírás legyen, hogy kikére a vagyon, dorbézol, csajozik, és... Hát, és na, hát ez van. Hát ez az atyáról szól, az egész sztori az atyáról. Pont erről szól az egész, hogy közelednek a bűnösök, Jézusban megjelenik az atyának, az Istennek ez a normális, természetes, szeretetteljes, rehabilitálós, irgalmas, gyakorlati szeretete, aminek a csúcspontja ugye a Golgota, aztán a feltámadott megjelenése és a Szentlélek kitöltése, ez mind egyben van. És a korabeli hívők, akik az átlagosnál többet jártak, alkalmakra többet imádkoztak, többet böjtöltek, stb. Ezt az egészet nem értik. Hogy mit foglal, mit közel, miért találkozik Jézus ilyen módon a bűnös világgal, kint a terepen. Kint a terepen. Hát jöjjenek be egy evangelizációra, egy ifire, vagy nem tudom mire. De ott Jézus ott kolbászol köztük, jön, megy, leülnek, és akkor meg az egyik lesírja a lábát, a hosszú hajával, ami munkaeszköz, a törölgeti, na, ez tök gáz. Hát ha tudná, hogy ez kicsoda. Azt hiszem Lukács 7-ben van ez a Simon farizeus házának udvarán. Fantasztikus sztori. Ugye a bennfentes Jóska, a hívő, meghívja Jézust, na akkor vacsorázgassunk egy kicsit, megvizsgáljuk ki ez a csóka. És akkor jó, beszélgetnek, jó, oké, Jézus ebbe beli. Mert Jézus Simont is szereti. Jézus ezt az idióta egyházat is meg akarja menteni, ezt az impotens, ítélkezős egyházat is meg akarja menteni, és bemegy az udvarába. És úgy letelepednek, és megint csak jön ez a huncut nő, és közeledik, mert fáradt, mert apátlan, anyátlan, árva, stb. És lehet, hogy az apja rúgta ki, és mondta, hogy belőle csak kurva lesz. Hát lehet. És közeledik Jézushoz, mint a fázó ember a kájához, mint a szomjas a forráshoz. Ennyi. Nem teologizál, nem tudja ott, hogy most hogy mint. Mennyiben Isten fia, mennyiben ember, mennyien ilyen természet, hogy mi az ő történetnek, a francokat. Elege van, nyomorult, fáj az élet, fáj az egész neki, minden. És közeledik Jézushoz. És lesírja a lábait, oda könnyezik. És akkor a szent fazekak ott mind a buzgó hívők rosszul vannak. Szent hány ingerük van? Nem veszi észre, hogy ki ez, aki ért hozzáért. És akkor zavarába, hosszú hajával kezdi ott maszatolni a könnyeit. És akkor Jézus beszél Simonhoz, a nőhöz egyaránt. Mind a kettő fontos neki. Mind a kettő érezze át, élje át, hogy az Isten értük jött. Érted? Tehát Szentlélek által adja meg Isten neked is azt az élményt, mindnyájunknak, ha már megkaptad, akkor folyamatosan, permanensen, non-stop, nem csak a jóban, nem csak a másfél órás alkalmakkor, meg a jó ifi alkalmakkor, hanem mindig, sötétségben is, mélységben is, hajnalban is, kísértésekben is, elbukásokban is, hogy az Atya velem van, az Atya értem jött, értem szakította át az eget. Ez az egész sztori ezért van, hogy eljött, hogy megkeresse, és megtartsa, és hazaszeresse, és hazavigye az elveszetteket, vagyis az egész társaságot, az egész világot. Még távol volt, tehát a srác kikéri a vagyont, és az a döbbenetes az egészben, ott is az apa gesztus az izgalmas, hogy ki is adja. Úgy tűnik, akkor még törvényesen nem kérhette volna el a kis csákó a pénzt. Az apa kiadja. Miről van szó, hogy a szeretet elenged?
nem cinikusan, nem úgy, hogy na majd meglát, na majd fogod te még itt kaparni az ajtót, tehát Roger, te így meg úgy majd. Jössz majd, amikor éhes leszel? Ne, semmilyen. Nem bírom, el akarok menni. És az atya elengedi, és odaadja neki még a zsét is. Csak hogy mi van itt? Még távol volt. Még távol volt. És ez az evangélium. Nem az, hogy te keresed, te akarod, te megbánod, te felismered a nagy Túró Rudit. Nem bánunk meg mi semmit. Mert azt hiszük, hogy soha nem fejtem el, sok drogossal találkoztam, találkozom, és szakértők szokták ezt mondani, hogy ne kezd már el bizonygatni egy úgynevezett konszolidált, mondjuk értelmiségi pesti drogosnak, hogy a drog rossz. Nem. Ő azért drogozik, mert az jó. Na most ezt egy imaházba kimondani, hogy a drog jó. Ilyet nem lehet. Tehát az jó. És nem attól fog megszabadulni, hogy azt mondod, hogy az rossz, rossz, rossz. Hanem van jobb, van tisztább, van nagyobb repülés, van csodálatosabb gyönyörűség. Tehát ez az evangélium, hogy még távol vagy. Azt mondja az ige, mikor még bűnösök voltunk. Ő már meghalt. Azt hiszem, még énekeltük is ezt ma. Nagyon szeretem ezeket az evangéliumi gondolatokat, és ezeket teli van az Ószövetség is. Hogy még ahol voltam, amikor voltam, amiben voltam, amilyen ellenálló voltam, amilyen elkeseredett voltam, ő már akart, ő már tudott rólam. Szintén életemnek egy meghatároz igéje, amikor Isten elhív egy fiatal embert a szolgálatra, és azzal érvel neki, hogy mielőtt megfogantál az anya mégben, már akartalak. Mielőtt. Tehát persze, édesanyánk, édesapánk eszközök lehettek, igen, de nem adtak életet. Ők is eszközök, ők is tartoznak egy lelki-szellemi forráshoz. Mielőtt megfogantál, az Isten akart téged, még távol volt, ez egy alapvető kifejezés, amikor az apja meglátta őt. Tehát nem úgy, hogy megérkezik, zörög, kopog, hú, beengednek, nem engednek, mi van? Az apja ránéz, fiam, hát te büdös, egyszerűen nem mosakszol, nem ismered a szappant, hát menjél már valahova. Aztán meglátja, miért? Mert kint van a terepen. Kint van a terepen. Nem a kis imaszobában. Akkor nagy ritkán eszünkbe jut. Ja igen, van egy-két tékozó fiunk is. Na hát akkor mondjuk el, értük is egy fohász. Uram, akkor az uramnak kiadjuk a feladatot. Uram, te tudod, hol van az én fiam? Akkor menj oda, kérlek. Az úrnak nagyon fölmegy a cukra az ilyen. Nem cukros ő. De hogy... Az ilyen imáktól, amikor imaházakba is leadjuk, hogy a Kovács néni, meg a drága fiatalok, hát menjél, az Úr azt akarja, hogy te benned oda menjen a Kovács nénihez, és a terepen van, Isten terepen van. Tehát ezt mondja, már apja miért látja meg, hát miért látja meg a haza kódorgó oldalgó srácot? Mert kint van, és nézi, és várja. Ezt az atyát hirdetjük ma este is Szent Lélek által. Akinek hiányzol, aki vár, aki lát, aki szurkol, aki azt mondja, hogy fog menni. Aki azt mondja, hogy fog menni. Nagyon szeretem a focit is, és hát természetesen itt csak fradi szurkolók lehetnek jelen. A vérünk is zöld, a szárnyalunk, mint a sasok. És nagyon jó ez a... Annak nem örülök, hogy nem magyar az edző, de hát egy-egy csoda jó. Annak kellene, hogy nem magyar, de ott fut a pálya mellett, ott pattog, ott... Együtt küszködik, együtt szenved, együtt harcol, együtt bukik el, együtt rúgja velük a gólt. Tehát érted? Ilyen apád van. Aki, tehát ez valami hihetetlenül destruktív és rossz Isten képet festett az egyház róla sokszor. Távol néz, kaporszakálú, meg ilyen erkölcsrendész, meg biztos, hogy valamit rosszul csinálok. És akkor alig várja, hogy a fejemre koppincson, hát ott fut veled, ott fut melletted. Amikor meglátta őt, megszánta. Egészen más indulatok lennének a jogosak. Ez a hülye tönkretett mindent, eladott mindent, az örökségét, a testét, a diplomáját, a szerelmét, és mindent elveszített. És most jön haza, most jön. És Jézus ezt a példázatot az atyáról, az Istenről mondta.
És ezek még csak ráadásul hozzá kell tennünk, hogy szavak. Hát ez nem, ez semmit, vagy nagyon keveset mond el Istenről, hogy atya. Hát ez egy emberi szó. Emögött lelki, szellemi tartalmak vannak. Az alkotó, a kreátor, aki kitalálta, aki megalkotta, aki küzd ezért. Akinek van hatalma téged hazahívni, hazavonzani. Amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott. Tudom, hogy ismeritek, nem tudom megunni, nem tudom, hanyatszor olvasom. Nyakába borult, megcsókolta őt. Sok felekezetbe járok, és mind szóba kerülnek, hogy mi lesz a menet, menetrend, liturgia, stb. Hát ez a liturgia, ez az atya liturgiája. Itt a kis csákó nem dicsőít, sem 20 percet, sem 5 percet, semmit. Büdös, koszos, ki tudja, milyen foltok vannak az ruháján, az életén, az egész. És az apa meglátja, megszánja, elébe fut, átöleli. Jézus Krisztus ilyen Istent hirdetett. Ha más Istent hirdettek neked, az törvényeskedés. Az törvényeskedés. Az egy más lélek, abból meg kell térni. Mert sokszor a kegyesek a legkegyetlenebbek. Sokszor a nagy hívők a legirgalmatlanabbak. Itt egy pillanatig sincs kiegyezés a bűnnel. A bűnt Isten szeretetből gyűlöli. Mert Isten gyűlölni is tud, haragudni is tud, de csak szeretetből. Csak azért, mert tudja, hogy az a bűn fájdalmat fog okozni. Nyakába borul, megcsokolja. Ez az atya liturgiája. És akkor van a másik lókötő, másik motívum, itt csak egy-egy motívumra térünk rá. Az idősebbik fiú pedig a mezőn volt, hazajövet, közeledett a házhoz. Hallotta a zenét és a táncot. Ebbe belegondoltatok már, hogy az apa táncol a fiával? Hát olyan gyönyörű jelenet, hogy a szívünk törik össze, hogyha erre gondolunk. Hogy a következő percekben, ugye tudjuk, hogy tiszta ruhát adnak rá, gyűrűt az ujjára, és a zsidók általában így van, hogy férfiak, nők külön körtáncot járnak, és szól a zene. Megjött a fiam. Táncolok vele, helyre került, hazajött. Nem vagyok egy gyűrűs figura, sőt, mindig 20 évesen mindig mosolyogtam azokon a professzorokon, akik ilyesmit hordtak. Na, mondom. Ez azért van rajtam, mert 90-ben eljöttem egy gyülekezetből, és akkor egy fiatal ember, egy nagyon viszonylag kicsi, küszködő gyülekezet Békés megyében, és egy fiatal ember, aki minden Isten tisztelte jött, azt mondta, hogy adjunk a Jánosnak egy búcsújándékot. És akkor ő csináltatta ezt a gyűrűt, rajta egy Luther rózsa, dátumok, stb. Megköszöntöm, és akkor azóta fiókban landolt ez a gyűrű, hát nem fogok én, elég bőven ez. És 2-3 évvel ezelőtt is voltam nála, időnként találkoztunk, több mint 200 kilométerre lakott, mert hívott, és soha nem fejtem azt a jelenetet, akkor bemegyek a házukba, édesanyja, aki valamikor pénztárosa volt a gyülekezetnek, maga tehetetlen fekszik az ágyban, és ez az én barátom, aki alkoholbeteg, ő gondozza az anyját. És őt már elhagyta a felesége az alkoholizmusa miatt. És ő is feküdt az anyja mellett, mert be volt ő is töltve. Fölihajoltam, és azt mondta nekem, hogy János, segíts! Így, János, segíts! És tudjuk, hogy körülbelül 1 millió alkoholbeteg van Magyarországon, ez annyit jelent, hogy minimum 3 millió ember életét naponta érinti, és a legtöbb piás ilyet nem szokott mondani. A többség 100-ból 99 biztos nem mond ilyet. Milyen érdekes, ha Isten megadja, holnap megyek szarvasra, ilyen iszákos mentő misszióba. És ilyen missziókban nem nagyon tudunk fölvenni senkit, ha nem mondja el, hogy bajban vagyok, nem tudok magam erejéből szabadulni, tehát fantasztikus. Világi vonalon is ezt ki kell, hogy mondják. A kékkeresztes rendszerben is. Ott vannak ilyen pontok, és Isten nevét ott nem emlegetik, jöjjenek minél többen, de lényegében ez a lelki felismerés van, hogy ki kell mondani, hogy tehetetlen vagyok. És ez a fiú ezt mondta. És persze beindultunk, telefonálgattunk, elsegítettük ilyen iszákos mentő misszióba, de aztán
úgy halt meg tavaly évelején, hogy a nyomozók azt hitték, hogy megölték. Mert olyan véres volt az otthon. Hát nem, ilyen elesett, nyomorult állapotban össze-vissza verődött a lakásba. És hát az volt a kívánsága, hogy hát a Szeverény János temesse, ha ő meghal, mert már finisbe volt, és az állatorvos fújja el a szilenciumot a sírjánál. És megyek nyáron, kánikulában ebbe a faluba, és ezt eszembe jutott a gyűrű, fölhúztam a gyűrűt, jön szembe velem az állatorvos, én nem ismertem meg, ő megismert, te vagy ez, Jánosz? Igen, igen. Hát figyelj, nekem kell itt elfújni a szilenciumot, én itt fogok infarktus kapni, olyan meleg van, teljesen ki vagyok merülve, ki vagyok készülve, mondja az orvos nekem. Hát, hogy mit csináljon? Hát mondom, fújd el most negyed órával előtte, se túl leszel rajta. Na hát így búcsúztunk ettől az embertől. Akiért tudom, hogy eljött Jézus, akit szeretett, akit megváltott, ez a fiú is tudta, hogy őt az Úr megváltotta. Mégis ebben az ügyben nagyon-nagyon erőtlen volt észbe. Na hát ez a gyűrű azért került elő. És azért emlékeztet engem erre, hogy a fiúság gyűrűje, hogy mögötte az Atya irgalma van. Minden bűnös, elesett, törékeny, hitetlen, hinni nem tudó, imádkozni nem tudó, szenvedélybeteg, depressziós, és rossz apa apáért is. Apára is vár ez a fiúság gyűrűje. Tehát gyűrű, ruha, kaja, minden, tánc, öröm. Jön haza a báty. Idősebbik fiú, jön ő is haza. Hallja ezt a zenét és táncot. Előhívott egy szolgát. Megtudakolta, hogy mi történt. Nem megy be. Saját házában nem megy be. Nem megy be, így is mondhatnánk, az apa örömébe. Nem megy be az apja örömébe. Nem megy be Isten szerelmébe. Ez neki sok. És valahol nagyon igaza van, és ezt azt hiszem az imádságban mondtam, de nagyon kell, hogy rögződjön bennünk, hogy testvérek, amiről mi beszélünk, a keresztény üzenet lényege az, ami nem jár, ami nem normális. Hát a bűn zsoldja halál. Kresszabályok vannak, most kirakták a trafipaxot, stb. Persze, mert minden nap meghal valaki az utakon, hát valamit csinálni kell, érzi a nem hívő világ is, hogy törvény nélkül, ítélet nélkül nem lehet. És egyszer csak az Atya a fia által ezt mondja, hogy lehet, hogy van kegyelem. Tehát a kegyelem nem az, ami jár, pont az, ami nem jár. Pont az, ami nem normális. Amire mondja Pál, hogy ez az Isten bolondságát. Ez egy bolond Isten. És ezt leírja Pál. De ez a bolondság bölcsebb az összes bölcsességnél. Mert az Isten ez a szorongató szeretete és kegyelme segít mindenkin ezen a világon. Mindenkin. Semmi más. Az ítélkezőkön is, a bírókon is, a lelkészeken, és mindenkin. Előhív egy szolgát, mindjárt befejezzük, ez is egy jó hír. Mire a szolga így felelt? Tehát kérdezi a srác, mi ez a öröm itt, mi? Kiszűrődő tánc meg ének. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. És akkor azt mondanánk, mert itt Jézus, most gondoljunk az eredeti, a kezdő jelenetre, állnak a hívők körül, és nézik Jézust, hogy a bűnösökkel együtt van, dolgozik értük. És ez az otthon maradt fiú, ők a hívők. Most a hívő erre mit tesz, mit mond? Azt mondanánk, azt olvashatnánk, hogy esetleg meglágyul a szíve, megérti, fölfogja, vagy hozzászokik, vagy valami a túrót, nem. Azt mondja, ekkor az megharagudott. Ő ebben a szent haragban van, hogy a bűnnel nem egyezünk. Ezt elutasítjuk, mert mi közünk nekünk a világhoz. Ez az egész íze. Tehát összekeveri. Az emberek igenis összekeverik a bűnt a bűnössel. Összekeverjük. Nekünk, amikor magunkra gondolunk, meg Istenre, meg a többiekre, akkor hát nagyon marha jól esik, nem? Akkor nálunk szétválasztják, hogy nem a Jánosra haragszunk, hanem az, ad mit tett. Rád nem haragszom, fiam, téged szeretlek, stb., de az ne. Ezt mi igényeljük. De másoknál sokszor azonosítjuk, átfedi egymást a személy és a bűne. Ezt nem tudja szétválasztani. És nem akar bemenni. Na most, hogy zárul ez az egész, és hogy folytatódik? Mondhatnánk azt, hogy az apa széttárja a karját, hát fiam, tényleg rajtad az Isten se segít, hát hogy nem érted ezt az egészet? Hát én akkor bemegyek a házba,
ott tartunk ima közös bibliórát, öröm, örülünk, dicsőítünk, ott van a dicső csopi bent a házba, vagy bejössz, vagy nem, majd meglátjuk. És mit olvasunk? Az apja kijött. Tehát ez idén egy nagy felfedezésem, hogy újra nyílik az ajtó. Az elsőnél is ki kellett, hogy nyíljon az ajtó, mert terepen volt az apa, és figyelte a horizontot, hogy jön-e már. Ó, jössze már, mondja egy szerelmes vers. De ez is valami ilyesmi. Ó, jössze már. És az apa örül, megérkezett a fia, bent örülnek, és ott hagyja az apa újra ezt a helyet, ezt az örömöt. Ott hagyja, újra terepen van, újra dolgozik, melózik. A kereszténység munka. A kereszténység követés. És ez ebben az izgalmas. Tehát írtó jó együtt lenni, konszolidált, nyugodt helyzetekben, de ez nem elég. Nem elég a Golgota, ehhez nem elég a feltámadás, hanem ez mind kell ahhoz, hogy tudjak élni, követni, csinálni, dolgozni, menni a bárányjal, a bárány után. Az apa kijött, és kérleli őt. Ezt olvassuk. És kérlelte őt. Kérleli ezt a srácot. Hát milyen apa ez? Hát szenilis? Vagy normális? Kérleli őt. Ő azonban ezt mondta apjának. Látod, apám? Mióta itt szolgál, nem lágyul meg. És úgy ér véget ez a példázat, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel a báttyal. A kis csákó, a fiatalabb bent van már, örül, új ruhát kapott, új életet kapott. És nem tudjuk, hogy ezzel a hívővel mi lesz. És Jézus nyilvánvalóan szándékosan hagyta így, hiszen az ő hallgatóinak mondta ezt el, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. És ilyen a Jónás. A Jónás az egy óriási sztori, abban most nincs időnk belemenni, de ugyanez, hogy Isten elküldi Jónást Ninivébe, és Jónás nem szereti Ninivét, Isten szereti, és ott sem tudjuk, mi lesz a vége. Ott is Jónás végig ellenáll Isten szeretetének. Tudtam, hogy te irgalmas vagy, tudtam, hogy meg fogod bocsátani, de nem tudok ezeknek megbocsátani. Ezek golyok, ezek pogányok, ezek istentelenek, hányok tőlük az egész, hagyjanak békén, nem tudom őket szeretni. És Isten kérleli Jónás. Hogy gondolod, Jónás? Hát ott sok az ember. És ezek az emberek ott Ninivében nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. Hát én ezt tudom, hogy ott nagy baj van, hogy ez egy istentelen kultúra, és az égig jutott el a gonoszságának a híre. Na de hát én ezért jöttem, és azért küldelek. Hát ki a csodát küldjek, Jónás, ha nem téged? Testvéreim, itt az előbb imádkoztunk az én testvérem barátommal, el kellett már mennie, nem tudom, tudjátok, 7 gyerekes apa. Teljesen stimmel és közétek illik, úgy néz ki, mint egy ifis. Pólóban itt van, üthadsereges testvérünk, 7 gyereke van. Ma, most Budapesten. És teljesen normális. Ő is normális. Sőt, motoros. Ugye a keresztény motorosok közé. Ez pluszban nagyon szimpatikus. És egyszerre vagyunk gyermekek, és egyszerre vagyunk atyák. És ezért imádkoztunk például többek között, hogy akik itt vagytok, itt vagyunk. Isten, kenjen föl minket az ő szent lelke erejével. Árassza ki a szívünkbe ezt a mentő szerelmet, szeretetet. Szorongasson meg, éljünk kegyelemből, ebből a kegyelemből. Mert nem, hogy egy hétig, egy másodpercig nem tudunk enélkül élni. És legyünk irgalmasak a korosztályunkkal. Tudjuk meg lélek által, hogy mi a bűn. Az Isten a bűnnel nem egyezik nyilvánvaló, mert Szent Isten. De ezt a kódorgó, csavargó, ide-oda csapódó, a kultúra, különböző kultúrák eszméletlen áramlataiban utakat kereső korosztályunkat szeressük. Szeressük haza normálisan, természetesen, de mennyei erővel. Mennyei erővel. És mennyei szeretettel. Drága Úrunk, köszönjük, hogy Te ezért a világért jöttél, és ebben a világban vagy jelen. Köszönjük, hogy Te mindent tudtál, és mindent tudsz. Neked nem kell itt elmagyarázgatnunk, hogy milyen nyomorúságok, esendőségek, bűnök vannak a világban, meg az egyházban. Köszönjük, Úrunk, hogy nálad van feloldás, van megoldás, van diagnózis, van terápia, és van helyreállítás, rehabilitáció. Köszönjük, Úrunk, hogy Jézusban Te atyánk vagy, és van édesatyánk. Akár jó, akár rossz, akár esendő, ami földi apánk, vagy mi is milyen törékenyek vagyunk,
te benne, te általad van lelki, szellemi édesapánk, édesatyánk. És hogy mi ezt azért mondhatjuk ki, mert az Úr Jézus eljött értünk, és magára vette bűneinket, elvitte a balhét, elvitte bűneink büntetését, és odaállt az Atya elé, hogy őt büntesse, őt érje az ítélet. Helyettünk. Ó, Úrunk, segíts, adj nekünk hitet, adj nekünk reménységet, hogy fájdalmainkat, bűneinket, terheinket ráhelyezzük az Isten bárányára, mert ő bírja, mi már nem bírjuk. Kérjük ezt a szent cserét, adja ehhez bizalmat és erőt, hogy megkapjuk tőle az ő szentségét, szépségét, Isten fiúságát, hiszen mi minnyien fiak vagyunk. És mi ezt a kiváltságot kaptuk, hogy az Atya gyermekei lehetünk. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, Urunk. Amen.